Már tavaly azt rebesgették a városlakók, hogy ez lesz Kazincbarcika legszebb tere. Ezt az ott élők meg is erősítették, miután ünnepélyes keretek között adta át a napokban a város vezetése a lakók jelenlétében a megszépült, modern, letisztult parkká változott teret. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy ránk esett a választás, és tényleg nagyon ügyesen csinálták a munkások, éjjel-nappal szinte dolgoztak, meg most is nagyon szépen rendben van, folyamatosan jönnek füvet nyírni, úgyhogy nagyon örülünk neki. Több olyan lakossági fórumon tulajdonképpen megszületett az, amit most gyakorlatilag ünnepélyesen átadunk. Ezt mondta megnyitó beszédében Szitka Péter polgármester, aki az átadón minden ott lakó valaki részt vett az eseményen, személyesen váltott szót. Eközben sikerült néhány olyan felvetődött finom hangolásra is pontot tenni, amelyek még komfortosabbá teszik majd a megújult téren töltött szabadidőt. Ez a konkrétum, ez a belső udvaroknak a rekonstrukciója, a régi dühöngők elbontásával, zöld növényzetnek az átrendezésével, új növények ültetésével, ilyen játékos, általában nem derékszögeket követő járda vonalakkal, új világítással, ez a korszerű ledes fényforrásoknak a telepítésével történt. Az új kazinci terek megújítása a Deák térrel kezdődött, majd a Kazincival folytatódott, és már kész a Vasvári Pál tér is. A terület önkormányzati képviselője szerint ez az ütemezés azért fontos, mert egyrészt szép számmal élnek a tereken idősebbek, akik már nyugalomra vágynak, másrészt pedig az évtizedek során megváltoztak az itt lakók szokásai is. Ugye az volt az elmúlt időszakban a választási ígéretünk, hogy gyakorlatilag itt az Újkazinci részen lévő öt tér valamennyi tere megújul az elkövetkezendő időszakban, és már két tér gyakorlatilag birtokban van véve. Most ugye a Vasvári Pál tér az, amely gyakorlatilag átadásra került, és még van két tér, aminek az utolsó simításai vannak gyakorlatilag, tehát az elkövetkezendő hetekben hasonló térátadók lesznek. A tér lakosai az ünnepélyes átadón magabiztosan vették birtokba a megszépült területet. Abban mindenki egyetértett, hogy a sok befektetett munka meghozta a gyümölcsét. Ráadásul a kivitelezők nem csak az építésre koncentráltak, hanem az elkészült értékek fenntartására is.